Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Pambia gyülekezeti házudvarán Szepesi Tiborral, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott igazgatójával beszélgetünk. Itt hamarosan kezdődik egy hangverseny. Úgy tudom, hogy ön volt az ötletgazdája ennek a nyáresti hangversenysorozatnak. Mi is ez pontosan? Valamikor a tavasz végén, a nyár legelején kezdődtek azok a megbeszélés sorozatok, amelyek a nyári programjainkat voltak hivatottak összerakni, egy kicsit abban a sorrendben rendezni, hogy hogyan tudunk megfelelni a saját magunk által elképzelt arszpolitikának is, főként annak, hogy minden részét a kultúrának és a lehetséges akkor minden korosztálynak szeretnénk megmutatni. Nem csak az épületben való rendezvényeken, hanem azokon a nyári kötetlen, könnyed szórakozási lehetőségeken is, amelyeket mi elképzeltünk erre a nyárra. Így jött a gondolat, hogy a komoly zenét is egy kicsit kihozva a négy fal közül a csillagos ég alá, úgy próbáljuk meg egyfajta könnyed szórakozást adni az ellátogató közönségnek, hogy jól érezze magát, de mégis egy kicsit szabadon és kötetlenül szórakozzon. És hát akkor ebben a szimfonikus zenekar tagjai is partnerek voltak, hiszen ők lesznek a fellépők. Így van, aztán folytatódott a megbeszélés, szerencsére partnerre találtunk a szimfonikus zenekar vonós tagjaiban, akik feláldozták a nyári szabadidejüket arra, hogy gyakoroljanak, olyan darabokat raktak össze, ahogyan azt látni, illetve hallani is fogják majd a kedves nézők, hogy valóban nem csak a komoly zene, hanem egy picit a könnyű zene világába is elkalauzolják a résztvevőket. És hál' Istennek partnerekre találtunk a helyszínekben is, hiszen a Református Egyház egyből felajánlotta lehetőségeit, a Kátai Gábor kórház vezetősége rögtön felajánlotta az ő parkját is, tehát azt gondolom, hogy mind a helyszín, mind a zene, mind pedig a repertoár, a zenekar tagjai is partnerek lesznek abban, hogy valóban egy könnyű nyári szórakozásnak legyünk részesei. Reméljük, így lesz az időjárás adott hozzá, és reméljük, hogy lesz folytatás esetleg ősszel más keretek között. Bízunk benne, hogy igen, mi mindenképp ezen fogunk dolgozni. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! A szimfonikus zenekar tagjaival alakult egy kis együttes, Lolkánekes Ágnessel beszélgettünk. Épp az előbb kérdeztem, hogy mikor is alakult ez az együttes, és mondta, hogy nagyon friss, még egy hónaposak. Igen, a szimfonikus zenekar indulásáig úgy gondoltuk, hogy jó lenne valami kis gyakorlás, és egy hónappal ezelőtt Szepesi Tibor igazgató úrral egyeztetve kitaláltuk, hogy legyen egy kis gyakorlási lehetőség, illetve egy kis koncertezési lehetőség is, és így egy hónappal ezelőtt összeültünk, és azóta igyekszünk heti rendszerességgel próbálni, hogy ezekre a koncertekre fölkészüljünk. Mit kell tudni az együttes, hiszen kik vannak benne, csak karcagiak játszanak, vagy a szokásos vendégzenészek is? Csak karcagiak játszanak, illetve hát van egy állandó vendégzenészünk Kisújszállásról, de a zenekar többi tagja karcagi illetőségű, és igazából nem teljes létszámmal vagyunk, van, aki most is nyaral, van, aki a nyári elfoglaltságai mellett sem tudta vállalni sajnos, hogy jöjjön, de szerencsére vagyunk annyian, hogy össze tudjunk így játszani, és össze tudjunk így próbálni egy hangversenyre. És mi lesz a mai hangversenyen? Mire számítsanak itt a jelenlévőket? Gondolom, hogy könnyed nyári zenére. Vegyes műsorunk lesz. A könnyed zenét kedvelők, illetve a komoly zenét kedvelők is megtalálhatják benne a maguknak valót, úgymond. Egy kicsit ilyen relaxációs, és tehát lesznek olyan tételek, olyan darabok, amik inkább ilyen pihentető zenék, és lesznek olyan kellemesebb, táncosabb hangvételű darabok, ami egy kicsit úgy vidámságot áraszt magából. Ez a hangversenynek az első állomása, még lesz több a következő napokban, de mikor fog a nagy zenekar próbálni, és mit tudunk elmondani erről? Igazság szerint én ebben nem vagyok illetékes, úgymond, hogy erről most nyilatkozzak, de reményünk szerint szeptembertől elkezd tudni próbálni a zenekar, tehát a teljes szimfonikus zenekar. A fúvósok is rendszeresen koncerteznek, próbálnak igaz a Nagy Kun Honvéd bandával, és így most mi is egy kicsit összerázódunk, és reméljük, hogy utána össze lehet fésülni a két dolgot, és akkor a szimfonikus zenekar is el tud indulni az ősztől.
Reméljük, hogy lesz azért még a következő három hangversenyről, ha egy picikét elárulunk nézőinknek egy kis csábításként. Augusztus 26-án lesz ugyanígy 6 órai kezdettel a következő hangverseny, kint a Kiskulcsosi templom udvarán, és lesz még egy szeptember 2-án, az pedig a Kórház Arborétumban, az is az esti 6 órás kezdéssel, tehát a műsor az tulajdonképpen ugyanez lesz. Ennek az a célja, de ezt majd az igazgató biztosan elmondja, hogy egy kicsit így a város más területein is legyen valami, ne csak mindig Dériné főtér, és egy kicsit megmozgassuk azokat az embereket is, akik ott élnek a közelben. És a helyükben menjünk egy picit. Igen, igen, konkrétan mi megyünk a helyükbe most, tehát így hát, hogyha ők is egy kicsit felpesdülnek így zenei élettéren. Reméljük, hogy így lesz, akkor jó hangversenyezés sorozatot kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen!